Sziasztok! A Zapkex sós változatát mutatom meg nektek. Először is megmutatom a tepsit. Ez olyan 24-szer fogjuk rá. 24-szer 33 centi. Na, vagy 34. Körülbelül ekkora tepsi, és csak annyi az előkészítése, hogy tettem bele egy sütőpapírt, mert a sütőpapír segítségével fogjuk tudni egy darabban kiemelni a zapkekszet. Amit még láttok, az a kis teca, az én állandó partnerem a konyhában, és a tálban pedig két darab egész tojás. A két darab egész tojáson kívül szükségünk lesz 250 g zabbehelyre, 200 g kókuszsírra, 170 g lisztre, ez most az esetünkben fehér tönkölybúzaliszt, tehát az édes és a sós változatra is értendő az zabkexnél, hogy a lisztet lehet alternatívan még egészségesebben helyettesíteni. 150 g reszelt, ez most trapista sajt, de lehet egy ízesebb sajt is, gouda, vagy cheddar, vagy edámi, amit szerettek, só. És én most gorgonzolát fogok beletenni, ez 150 g, de ez pedig lehetne jutúró, vagy brinza is. Szemes mákot azért tettem ide, mert ezt a tetejére fogom tenni díszítésnek. Úgy kezdem, hogy a tojásokat és az olvasztott kókuszsírt elkeverem. Nem kell finomkodni nagyon, mint a majonéznél, mert el fog keveredni, és különben is összegyúrom a végén az egészet, tehát az biztos, hogy nem maradnak csomók. De látható is egyébként, hogy elég jól elkeverednek egymással. Fontos, hogy minden legyen szobahőmérsékletű, illetve a kókuszsír az legyen felolvadva. És miután összekevertem a két egész tojást a kókuszsírral, már öntöm is bele a többieket, ez tehát a zabbehely 250 g, a 170 g liszt, ezt is megkapja. Hát egy kicsit elkeverem, de a fakanára már nem igen lesz szükség. Beleszórom, megpróbálom valahogy eloszlatva beleszórni a reszelt sajtot. Ez majd jól összefogja. Tecám nagyon reménykedik, hogy egy pici potyog neki is. Hát persze, hogy potyog neki, tessék. Hopp. Úgy, a sajt a kedvence. Megkóstolom a gorgonzolát. Ha nagyon sós, akkor óvatos leszek a sózással, de ez egy kevésbé pikáns és nem túl sós darab, úgyhogy adhatok neki. Ez körülbelül két kávéskanálnyi. Hát, igen, két kávéskanálnyi só kerül bele. És azt hiszem, hogy már mindent bele is tettem, jön egy kis kézi munka, gyúrás, dagasztás. Elég könnyen összeáll, mivel minden szobahőmérsékletű. Azért figyelek rá, hogy tényleg szét oszlassam benne a sajtokat is. Mindenki nyugodtan a saját ízlésére formálhatja ezt a receptet is. Tehát még akár fűszereket is el tudok benne képzelni, mondjuk köményt, vagy bármilyen kedvenc ízünket még bele lophatjuk, és ezzel egyénivé tudjuk tenni, vagy akár még borsot is a kekszet. Én a borssal egyébként úgy vagyok, hogyha ilyenbe tenném bele, akkor nem őrölt borsot tennék bele, hanem durvára tört borsot. És szerintem az nagyon izgalmas, hogyha egy kicsit ilyen változatos benne, kisebb-nagyobb darabokban. Hát látható, összeállt, ugye? Tehát ez ennyi volt, és én úgy érzem, hogy most már mindenhol minden van. Nagyon egyszerű a folytatás. Átemelem így a tepsibe. Ebbe szépen ellopogatom, ez se túl bonyolult, nagyon szépen hagyja magát. Sajtból is tegyük bele a kedvencünket, tehát ha most mondjuk ez a gorgonzolás változat, de aki bírja a pikáns, erősebb ízű sajtokat, akkor lehet egyébként tényleg azzal is próbálkozni, és abból is különböző variációkat megsütni. Hogy a teteje ne legyen ilyen egyszerű, egy kicsit díszesebb legyen, ezért én ma szemesmákkal szórom meg a tetejét, de ez lehetne egyébként szezámmag, lemmag, szotyi is lehetne,
bármi, ami van otthon, és amitől szebbnek érezzük, egy kicsit még el is, bele is lapogatom. Így. És ez el is készült. Előmelegítettem közben a sütőt 200 fokra, alsó-felső fokozaton 200 fokon fog sülni. Körülbelül 30 percet, de majd akkor, amikor kivettem és kihűlt, és megmutatom a felkockázását, akkor elmondom majd, hogy mennyit sült pontosan. Megsült, 30 percet töltött 200 fokon a sütőben, alsó-felső fokozaton, utána kitettem a hidegbe a teraszra, és ott teljesen kihűlt, tehát most már jéghideg, így a kókusz íz is megdermed benne, és egybe ki lehet emelni a tepsiből. Kiteszem a pultra, és így lehet gyönyörű szépen földarabolni, tetszőleges méretűre. Én szeretem az ilyen kicsit hosszúkás téglalapú darabokat, ilyen belülről, nem esik szét, tehát tényleg nagyon könnyen lehet csomagolni is, és akár magunkkal vinni a kirándulásra, vagy a strandra, de vendégeket is megkínálhatunk vele, mert nagyon finom, és ahogy mondtam, nagyon jól variálható. Tehát innen már csak ez a feladat, hogy fölvágjuk, és fogyasszuk egészséggel. Jó sütést kívánok, és jó étvágyat!